A TSC továbbra is veretlen a labdarúgó szerb első ligában. Az első félidőben a topolyai csapat uralta a pályát, 3 gólt is szerzett, így az első félidő 3-0-ra végződött a TSC javára, Pintér, Lukic és Babic találatával. A második félidőben már visszafogottabb volt a topolyaiak ereje, de ez sem gátolta meg őket abban, hogy újabb gólt lőjenek. Plavsic állította be a 4-0-ás végeredményt a TSC javára. Hát ma szerintem egy rutin győzelmet arattunk, az első félidőben már 3-0 volt, úgyhogy akkor már meg volt nyerve a mérkőzés, második félidőben egy kicsit kiengedtünk, de sikerült még egy gólt lőni, úgyhogy meg vagyok elégedve nagyon a csapat teljesítményével, mert 4-0-ra nyerni egy szép eredmény, és biztató a következő mérkőzések előtt. A mai meccs után a TSC-nek és a Javornak azonos pontszáma van, viszont a jobb gólaránynak köszönhetően a TSC áll az első helyen.